Rosszabb mutatók, de jó közbiztonság, beszámoló az egyenruhások munkájáról. Újra pályázik Pécs, Európa zöld fővárosa lenne a megyeszékhely. Szabadulószoba, főzőverseny és más programok, tavaszi fesztivál az ETK-n. Ajtódísz, tojásírás, nyuszi bábkészítés, húsvéti készülődés Mázán. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Beszámolt a rendőrség és a tűzoltóság a tavalyi évi tevékenységéről, a Pécset végzett munkájukról a város képviselőtestülete előtt csütörtökön, de a polgárőrség is beszámolót tartott a városházán. A közgyűlés pályázatokról, személyi kérdésekről is döntött csütörtöki ülésén. A mutatók egy picit romlottak, de összességében jónak mondható Pécs közbiztonsági helyzete, mondta a város polgármestere csütörtökön a közgyűlésen. A rendőrség, a tűzoltóság és a polgárőrség számolt be tavalyi munkájáról a képviselőtestület előtt, ezután nyilatkozott Páva Zsolt. Vannak olyan irritáló helyzetek, amik már a szubjektív biztonságérzetként szoktak ilyen módon erről nyilatkozni, amik lehet, hogy csak adott kisebb körzetben vannak jelen, tehát a város egészét nem jellemzik, de azt a körzetet, azt a környéket jelentősen zavarja az adott tevékenység, például ugye a prostitúció megjelenése mondjuk ott a Komlói úton, ami egy ott élőket nagyon zavaró dolog. Ezek ellen fel kell lépni, ezeket le kell törni, ezek ellen minden eszközzel küzdeni kell, mert akkor fogják a polgárok magukat biztonságban érezni, ezek a jelenségek nincsenek körülöttük, de vannak más példák is. Én mindig azt mondom a kapitány úrnak, hogy összességében elégedett vagyok. Páva Zsolt azt mondja, elégedett azzal is, hogy együttműködnek a rendőrök, tűzoltók és a polgárőrök. Ez erősíti a pécsiek biztonságérzetét. A beszámolókat egyébként nagy többséggel elfogadta a közgyűlés. A nyár második felére készül el a Magnus Aircraft ZRT Pécs-Pogányi repülőgépgyárát is kiszolgáló, több mint 5000 négyzetméteres kompozit elemgyártó üzeme, közölte a cég vezetősége csütörtökön az MTI-vel. Figura Zsolt beruházásért felelős operatív igazgató kiemelte, az épülő üzem méltó folytatása az eddigi beruházásoknak. Évente 200-220 kompozit repülőgéptest gyártását tervezik, a létesítmény további 60-70 embernek ad majd munkát, tette hozzá. Amint egy 2 milliárd forint értékű fejlesztés februárban indult, a tervek szerint a nyár második felében kezdődik a próbaüzem a létesítményben. Pécs újra megpályázza az Európa zöld fővárosa díjat. 2022-ben lehet ennek a címnek a tulajdonosa a Baranyai megyeszékhely. A címhez 300 millió forintnak megfelelő támogatás jár, amit programok szervezésére fordítana Pécs. A program lebonyolítására a polgármester az Összefogás Pécsért Egyesület képviselőjét javasolta. Újra megpályázza Pécs az Európa zöld fővárosa címet, erről is döntött a város képviselőtestülete csütörtökön. A pályázat összeállítását egy munkacsoport végzi, amit az Összefogás Pécsért Egyesület képviselője vezet majd. A Havihegyi mandulafa ügyében összefogott a város, mert fontos a pécsieknek a környezetvédelme. Az önkormányzat is egyre több beruházása szintén ezt a célt szolgálja, mondja Kővári. Közel 20 milliárd forintnyi olyan forrás felhasználása történik a topos forrásokból, amik ugyanezt a célt szolgálják. Tehát most már nem csak szép tervekkel, hanem konkrét cselekményekkel is elő tudunk majd állni. A 2022-es Zöld Város Európai cím érdekében. Jó magam vállaltam ennek a munkacsoportnak az összefogását, ugyanis most nem csak az önkormányzat lesz a pályázó, hanem meghívtuk az egyetemet, tekintettel arra, hogy két éve zöld egyetemi minősítést szerzett, és azóta egyre jobb eredményeket ér el, ők ebben partnerek, és ugyanígy a gazdasági és civil szereplőket is meghívjuk a pályázat elkészítésében már. Valamint a megvalósításban is részt vesznek ezek a szervezetek a munkacsoport vezetője szerint. Az Európa Zöld Fővárosa cím 300 millió forintnak megfelelő eurós támogatással jár, amiből programokat kell szervezni. De Kővári János szerint a későbbi uniós támogatásoknál előnyt jelent majd a cím, mert a következő pénzügyi ciklusban, vagyis 2020-tól kiemelten támogatja az EU a környezetvédő beruházásokat. A Mohácsi Takarékbank ZRT, a Pannon Takarékbank ZRT, valamint a B3 Takarék Szövetkezet Egyesülésével május 6-án elindul a takarékcsoport új univerzális kereskedelmi bankja, a Takarékbank ZRT.
Az átállást biztosító bankszünnapok alatt május 1-e és 6-a között nem nyitnak ki a bankfiókok, átmenetileg nem működik a netbank és a mobil applikáció, nem lehet utalásokat kezdeményezni és fogadni. Idén 9. alkalommal rendezik meg Kárászon a pálinka és párlatversenyt május 18-án. Ezen a napon hirdetik ki a megmérettetés eredményeit, de különböző kísérőprogramokat is szerveznek. Ezúttal is nevezhetnek határon túli termelők. A jelentkezők tetszőleges számú mintát küldhetnek. A leadási határidőt április 23-a és 26-a között írta ki a kárászi önkormányzat. A 4 nap alatt reggel 9-től este 6-ig várják a termékeket a faluházban. Az eredményhirdetés napján pedig kézműves kirakodóvásár, gyermekprogramok és falulátogatás is várja az érdeklődőket. 2-től lesz az eredményhirdetés, ami terveink szerint 4-ig fog tartani, utána egy fúvószenekar fog szerepelni, és azt gondoljuk, hogy országos hírű fellépőket is sikerült ebbe az évbe ide hívnunk. A Compact Disco fog fellépni, Dániel Figergő és az utazók, Jó a Népi nevű zenekar, ez tombola sorsolás. A tombolák pedig úgy fognak alakulni, hogy lesz egy 400 forintos belépő a rendezvényre, ami egyben tombola is lesz, tehát aki bejön a rendezvényre, azért ezt fog venni a tombola sorsolás. A felsőoktatásban jelentkezők szerdától elérhetik az ügyintézési funkciókat a felvi.hu honlapon, az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint minden felvételiző ellenőrizheti és módosíthatja adatait, pótolhatja az esetleg még hiányzó dokumentumokat, illetve egy alkalommal az eredeti jelentkezési sorrendjét is megváltoztathatja a felületen. A jelentkezési sorrend módosítására vagy a jelentkezési határidőig megjelölt jelentkezési helyek visszavonására legkésőbb július 10-éig van lehetőség az e-felvételi sorrendmódosítás menüpontjában. A szabadulószobától a főzőversenyen át a különleges erőpróbákig színes programkavalkáddal várták a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának hallgatóit. A tavaszi fesztivál idejére a karon dékáni szünetet rendeltek el, hogy minél többen részt tudjanak venni a közösségépítő napon. Az egészségtudományi kara PTE egyik legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő kara, mely 2000. január 1-től az intézményi integráció révén a Pécsi Tudományegyetem részeként működik. A hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt fontos a közösségépítés. Hello tavasz, hello ETK! Ezzel a mottóval rendezték meg a tavaszi fesztivált, ahol sok-sok színes, vicces, sportos programmal várták a hallgatókat és az oktatókat. Én csak annyit mondok a család. Úgy gondolom, hogy a közösség nagyon stabil, összetartó, ismerik egymást a hallgatók, annak ellenére, hogy rettentő nagy létszámmal rendelkezünk, hiszen rengeteg olyan program van, mint az Európai Fesztivál, vagy akár az Esti Polik, egyéb postolók legyen az bármi, ahol ők találkozni tudnak egymással, és megismerhetik igazából szaktársukat, évfolyamtársukat, felsőbb éveseket és segítséget is tudnak kérni egymástól, úgyhogy úgy érzem, ez egy összetartó csapat. Kondérokkal telt meg az egyetem versenyutcai sportpályáján a játékos kijárója szerdán. A főzőversenyre mindenki nagyon készült. A résztvevők egy-két trükköt is elárultak. Az a lényeg szerintem, minél több fagymát használjunk, illetve mi kétfajta húst fogunk használni, és szerintem ezért különleges így lesz. A hallgatókon kívül az oktatók is kedvet kaptak a pörkölt főzéshez. Alapvetően ugye ez a hallgatóknak a főzőversenye, így oktatói csapatként a dékáni hivatalnak a csapatával indulunk. Mi hoztunk szarvashúst, vaddisznót, sertéscsőköt, egy kis kolozsvári húsos szalonával megbolondítottuk, úgyhogy egy kicsit kategórián kívül indulunk. Nem akarjuk megnyerni, mert nem veszünk el hallgatóktól a győzelemnek a mámorát, de bízunk benne, hogy nagyon finom lesz. A nap végén értékes jutalmat kaptak a legjobb eredményt elért csapatok. A PTE Hangja tehetségkutató verseny az előző évek teltházas sikerei után ismét lehetőséget biztosít az egyetem hallgatóinak, hogy hangjukat közönség előtt is megmérettethessék. A rendezvény a Pécsi Tudományegyetem egyetemi hallgatói önkormányzatának szervezésében valósul meg, az eddig még fel nem fedezett tehetségek kiemelése és fejlődési lehetőségük biztosítása érdekében. A PTE Hangja döntőjére április 24-én a Pécsi Egyetemi Napok 0. napján 19 órai kezdettel kerül sor. A rendezvény helyszíne az Expo Center. Ajtódísz, tojásírás, húsvéti nyuszi készítés. Többek között ilyen kézműves foglalkozások várták a kicsiket és nagyokat a Mázai Művelődési Házban. A Baranyai településen már 2007 óta minden évben megrendezik a húsvéti készülődés programjait. Az eseményen több fiatal is részt vett, mind segítőként, mind vendégként.
Gyerekek lepték el a Mázai Művelődési Házat. A Baranyai településen a húsvétról szólt a csütörtök délután. A legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztály részt vett a foglalkozáson. Eszter a díszek és ajándékok készítése mellett a tojásírást is kipróbálta. Megmelegítik a viaszt, és akkor ez, és akkor egy pálcikával megrajzoljuk a tojást, aztán pedig kifőzzük, és hát megfestjük. A húsvéti készülődés programjait 2007 óta a Művelődési Házban szervezik meg. Minden évben megcsináltuk eddig még a húsvéti kézműves délutánt. Ide vágyjuk az óvodásoktól kezdve az általános iskolásokat, középiskolásokat, szülőket, nagyszülőket, akik rendszeresen látogatnak is bennünket. A középiskolások például önkéntes segítők is. A fiataloknak, mivel tanulmányaik elvégzéséhez kötelező önkéntes munkát végezni, éppen megfelelő egy ilyen rendezvény, hiszen boldogan részt vesznek az előkészületekben és a lebonyolításban is, tette hozzá Kovács Lászlóné. A tavaszváró esemény a második a programok sorában, mellyel kezdetét veszi az egész éves rendezvénysorozat Mázán. Ezután következik majd a faluban a május 1-e és következik a gyermeknap, aztán jönnek majd a nyári rendezvényeink. Ez minden esztendőben így van, és hát nagyon szeretnénk, hogyha ezek a rendezvények továbbra is megtartásra kerülnének. A tapasztalatok szerint a fiatalok is egyre szívesebben látogatnak el az ilyen rendezvényekre. Ezért is szerveznek olyan programokat, melyek minden korosztályt megszólítanak. Az idén márciusban a vonatokon jegy nélkül vagy érvénytelen jeggyel utazók 10 millió forintnyi pótdíjat fizettek be. Ebből a tételből hasonló mértékű bevételt utoljára 2017. novemberében ért el a MÁV Start, közölte a vasúttársaság csütörtökön az MTI-vel. Hangsúlyozzák, nem a blitzelések aránya nőtt, hanem javult a beszedés hatékonysága. A közleményben ismertették, 2019 első negyedévében több mint 25 millió forint folyt be a vasúttársaság kasszájába, ami 12%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszak szintén kimagasló értékeit. A fizetési felszólításra nem reagáló, illetve a társasággal kötött fizetési megállapodást figyelmen kívül hagyókkal szemben jogi eljárást indítanak, közölte a MÁV. Idén is meghirdette a Gyűzsda kosárlabdát akcióját a PVSK Veolia élvonalbeli férfi kosárlabda csapat, amelynek lényege, hogy a legtöbb diákot mozgósító három iskola értékes sportszercsomagot nyer. A tavalyi győztes ANK gimnáziuma most még 50 ingyen jegyet kapott. Hazai mérkőzésenként 3-3 kosárlabdát, illetve a szezon végén sportszert is nyerhetnek azok az iskolák, amelyek a legtöbb diákot viszik a PVSK Veolia férfi élvonalbeli kosárlabda csapat hazai mérkőzéseire. A játékba bármelyik pécsi általános vagy középiskola benevezhetett. Mindezt ráadásul ingyen, hiszen sem a nevezésért, sem pedig a meccs belépőért nem kell fizetniük a játékban résztvevőknek. Tavaly a pécsi ANK gimnáziuma győzött. Több iskolában már jelen voltunk, nagyon fontos számunkra az iskola, itt kezdődik szerintem a kosárlabdának az alapja, hogy az iskolai gyerekek később a felnőtt csapathoz érjenek. Nekünk nagyon fontos a kezdeményezés, mivel a csapatunk 5. helyen végzett most az alapszakaszban, ezért szeretnénk az iskolából még több gyermeket kimozdítani. A tavalyi győztes pécsi ANK gimnáziuma most még 50 ingyen jegyet kapott. A belépőket a csapat hátralévő hazai meccseinek bármelyikén felhasználhatja az intézmény. A maga a sportág szeretete is fontos. Nagyon sok diák ugyan csak hobbi szinten űzi a kosárlabdát, de most, hogy ilyen felsőházba jutott ugye a csapat, így még jobban szurkolnak nekik, és örülnek annak, hogy részesei lehetnek a mérkőzéseken. És ugye eddig meg kellett venni a belépőjegyet, és mivel van ez a program, ezáltal ingyen eljutatnak a mérkőzésekre. Akárcsak a tavalyi szezon végén, idén is az összesítésben első helyen végző iskola 200 ezer, a második 75 ezer, a harmadik pedig 50 ezer forint értékű sportszert nyer. Jogtalan elsajátítás elkövetése miatt nyomozott a pécsi rendőrkapitányság egy 50 éves helyi férfi ellen, aki januárban az egyik helyi járatú autóbuszon talált egy mobiltelefont, amelyet nem adott vissza a tulajdonosának és a hatóságnak sem adott le. A rendőrök a férfi lakásán megtartott kutatás alkalmával megtalálták az ellopott telefont, lefoglalták, majd visszaadták a tulajdonosának. A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, és az iratokat a napokban átadta az ügyészségnek.
30 éves idén a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte ünnepel a katolikus segélyszervezet, mely a hitvédelmét és a szegények megsegítését tűzte zászlajára még annak idején. Az ünnepséget április 27-én rendezik meg Pécsett. Küldöttgyűléssel kezdődik a 30 éves Magyar-Máltai Szeretetszolgálat jubileumi rendezvénye jövő szombaton. Ehhez egy ünnepi szentmise is kapcsolódik, majd egy kiállítást is megnyitnak, és egy közösségi teret is átadnak. Ez utóbbi a máltai szervezet életbefogadásán túl a partnerekkel való közös találkozások lehetőségét is biztosítja. Itt elsősorban a fiatal generációkra, a gyerekekre gondolnak. A máltai funkciók befogadásán túl a partnereinkkel való közös találkozásnak a lehetőségét is biztosítja. Kifejezetten a fiatal generációkra gondolunk, gyerekekre, kamaszokra. A belvárosban ez a közel 300 négyzetméteres tér alkalmas lesz arra, hogy ott különféle értékes programokat tudjunk majd indítani. Az országos szervezet valamennyi régiója önállóan ünnepel saját összeállítású program alapján. Nem volt kötelező jellegű előírás. A szervezet továbbra is ellátja a fő feladatát, mely a szegények felkarolása, amely igencsak változatos formában lehetséges. Egész egyszerűen a éhezőknek a megetetésétől kezdve egészen mondjuk a jogi segítségnyújtás, szaktanácsadás, adósság, spirálból való kilábalásnak a módszertana, komplex közösségeknek a segítése, akár egy leszakadó városrészben jelenléttípusú szociális munkával, és ezen belül persze mindenféle rászoruló közösségnek, csoportnak, hajléktalanoknak, fogyatékkal élőknek, időseknek, magányosoknak tudunk segíteni. A szeretetszolgálat a szuverén máltai lovagrend nemzetközi családjának tagja. Lovagrendi felügyeletét a Magyar-Máltai Lovagok Szövetségének is potályosa látja el. A Magyar Katolikus Jótékonysági Hálózat szervezet a mai kor elvárásai szerint végzi munkáját, amelynek legfőbb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség és legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Hatalmas a szakemberhiány, nem elég népszerűek a szakgimnáziumok és a szakközépiskolák. A szakképzésben dolgozó oktatók jövedelme átlagosan 30%-kal marad el a piaci bérektől. Ezen változtatna a kormány azzal a szakképzési stratégiával, amit 2 év alatt dolgozott ki ipari szereplőkkel és az iparkamarákkal karöltve. A stratégia legfőbb pontja, hogy a szakgimnáziumokat technikummá nevezik át, a technikusi képzés 5 éves lesz, és technikusi vizsga egyenes utat jelenthet a szakirányú felsőoktatásba. Továbbá jelentős béremelésre számíthatnak a szakoktatók. Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie egy fuvarozónak, hogyan készíti a süteményeket a cukrász? Többek között ezeket tudhatták meg azok, akik kilátogattak a szakmák éjszakája elnevezésű rendezvényre. A tanárok akkor azt mondták, fontos, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok tisztában legyenek a különböző szakmákkal és azok munkaerőpiaci értékével. A szakképzésben azonban jelentős változások lépnek életbe 2020 őszétől, hangzott el azon a fórumon, amit a Tolna megyében dolgozó tanároknak tartottak szakemberek. Itt az április elején elkészült szakképzési stratégiáról is szó volt. Hafiek Andrea, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője kiemelte, a szakképzési stratégiát az iparkamarák és a vállalatok bevonásával dolgozták ki 2 év alatt, reagálva a technológia és a munkaerőpiac változásaira. Ilyen változás például az, hogy bizonyos területeken robotok váltják ki az emberi munkát, sok munkafolyamat automatizáltá vált. Ami a legnagyobb változás lesz az elkövetkezendő időszakban, és már most is látszanak az előszelei és a nyomai, hogy megjelenik a robotizáció szinte mindenhol. Fülöpné Szűcs Mária, a pedagógusok szakszervezete Tolna megyei szervezetének elnöke, a fórumon annak a reményének adott hangot, hogy az új szakképzési stratégia hatékony lesz, és nem kell újra és újra változtatni azon, mert az követhetetlenné válik, és a diáknak nem szolgál előnyére. Lesz itt sok minden, ami érinti a szakképzés nevét, a beiskolázandó iskolák nevét. Érinti, merem remélni, hogy magát a tanulót, a tanulónak a lehetőségeit, az esélyeit. A szakképzési stratégia egyik fő eleme, hogy a szakgimnáziumi rendszert váltva visszaáll a már bevált 5 éves technikumi képzés, aminek zárásaként 4 közismereti tantárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Ezen felül szakmai vizsgát kell majd letenniük a diákoknak, ami emelt szintű érettséginek felel meg.
azaz a sikeres technikusi vizsga egyenes utat jelent a szakirányú felső oktatásba. Ezen kívül megemelnék a szaktanárok bérét. A változások 2020 őszétől lépnének életbe. Megoldódhat Balaton-Mária fürdő belvíz problémája. A terület és településfejlesztési operatív programban elnyert 312 millió forintból korszerűsítették a csapadékvíz elvezetési rendszert a község több utcájában. Így nagyobb esőzésekkor a megerősített árkok és átereszek gyorsabban le tudják majd vezetni a vizet, és így jelentősen csökkenhet a belvízveszély. A belvíz volt az úr tavaly márciusban Balaton-Mária fürdőn, a Balatonpart egyik legmélyebben fekvő településén akkor a folyamatos esőzés miatt az árkok nem bírták elvezetni a vizet, amely az udvarokba is betört. A belvíz elvezetés korszerűsítésével azonban hosszú távon megoldódhat a probléma. Körülbelül olyan 800 mm csapadék hullik évente itt a térségünkbe, és hát ha nem lesz szélsőséges időjárás, tehát nagy mennyiségű, igen nagy mennyiségű csapadék, akkor ez képes kezelni, ez a rendszer a csapadékvíz elvezetést. Egy év munka után megvalósult a településen a belvíz elvezetés korszerűsítésének második üteme. A fejlesztésre nagy szükség volt, hiszen a település a Balaton vízgyűjtőjénél fekszik, így a helyiek és az üdülő tulajdonosok jobban ki vannak téve a szélsőséges időjárásnak. Az elmúlt hónapokban nagyjából 3,5 km hosszan lettek kiburkolva az árkok, megcsinálva az átereszek, a hidalati átfolyások. Ugye ezek itt a Keszeg utcát, az Őrház utcát érintették. A belvíz miatt leginkább veszélyeztetettebb utcákban történt meg eddig a fejlesztés Balaton-Mária fürdőn. Ez a beruházás ezt a problématikát abban oldja meg, hogy a beton elemekkel megerősített csatornarendszer az gyorsabban levezeti ezt a felesleges vízmennyiséget, és így talán sikerül összehozni az ökonomiát az ökológiával, tehát megvédjük értékeinket, és így nem fog akkora kárt okozni egy nagyobb eső. A fejlesztés 312 millió forintos uniós forrásból valósult meg Balaton-Mária fürdőn. Egy év 10 hónap letöltendő börtönre ítélt a bíróság egy buszsofőrt, amiért 2017-ben halálra gázolt egy idős nőt Dombóváron. A tragédia a helyi buszpályaudvaron történt. A sofőr arrébb akart állni a busszal, csak hogy szabálytalanul kikapcsolta az automatikus féket, ezért a jármű felugratott a gyalogos patkára és elgázolta az áldozatot. A nő a helyszínen elvérzett. Rendőrségi szalag és összetört virágcserepek a balesetet okozó busz előtt, a sofőr a pályaudvaron várakozott a helyközi járattal, arrébb akart állni, hogy átadja egy kollégájának a helyet, ekkor hajtott fel a járdára, ahol elgázolta a bevásárlásból hazafelé tartó idős nőt. A bíró indokolása szerint a baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a rá vonatkozó kresszabályokat, és ezzel közvetlen okozati összefüggésben állt a busz megállóban várakozó sértett halála. A férfi azzal szegte meg a szabályokat, hogy kikapcsolta az automatikus fékrendszert a buszon, mielőtt arrébb állt, ezért a jármű elkezdett gyorsítani, így ütötte el a nőt. Métereken keresztül tolta az áldozatot, végül a nő teste a busz leghátsó ajtaja alatt zuhant a földre. A Dombóvári járásbíróság egy év 10 hónap fogházbüntetésre ítélte a vádlottat, és 3 évre eltiltotta a közúti járművek vezetésétől. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a gázoló buszsofőr felmentésért fellebbezett. Vízhelyzetben csak az emberek 10%-a tud újraéleszteni, pedig Magyarországon naponta közel 70 embert ér hirtelen szívhalál. Az esetek többségében, mire kiérnek a mentők, már késő. A Tolna megyei Balassa János Kórház ezért döntött úgy, hogy minden dolgozójuknak megtanítják az újraélesztést. A fél éven át tartó programban havonta 30-nál több dolgozót képeznek ki az élet megmentésére. 26, 27, 28, 29. A biztonságos és sikeres újraélesztést tanítják az orvosok a Balassa János Kórház olyan dolgozóinak, akik nem az egészségügyi szervezetben dolgoznak, ám adott esetben a segítségük életet menthet. A tapasztalat azt mutatja, hogy az emberek nem mernek ilyen módon segítséget nyújtani embertársuknak. Nagy magyar valóság az, hogy akár egy kórház előtt is meg lehet halni, és nem biztos, hogy a beteg gyorsan ellátásra fog kerülni. Ezért is céloztuk meg azt, hogy első lépésben a kórházban dolgozó, de nem egészségügyi végzettségűeket próbálunk BLS alapszintű újraélesztést tanítani, gyakoroltatni, hogyha ilyen szituációba kerülnek,
akár a beteg csak a portáig jut el, akkor az újraélesztés időben megkezdődjön, amíg a szakszemélyzet megérkezik. Havonta 30-nál több dolgozót készítenek fel a féléves programban a segítségnyújtásra. Nagyon fontos, hogy mindenki esélyhez juthasson, hogy mindenki, aki esetleg rosszul lesz a kórház területén, azok az emberek is tudják, hogy mit kell tenni, akiknek ez nem szakmájuk, de a kapcsolódó ismeretek birtokában lesznek. A szakmai képzésen túl azért is fontos ez a fajta tudás, mert ezt akár a magánéletben is kamatoztatni lehet, mondta Berta László, a biztonsági szolgálat egyik vezetője, aki maga is átesett hasonló képzésen. A régió hírei után fontosabb baranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. Rosszabb mutatók, de jó közbiztonság, beszámoló az egyenruhások munkájáról. Újra pályázik Pécs, Európa zöld fővárosa lenne a megyeszékhely. Szabadulószoba, főzőverseny és más programok, tavaszi fesztivál az ETK-n. Ajtódísz, tojásírás, nyuszi bábkészítés, húsvéti készülődés Mázán. Pénteken a napsütés legfeljebb kisebb gomoly felhők zavarhatják, csapadék sehol sem várható. Szombaton és vasárnap derült, napos, száraz idő várható. Húsvét hétfőn, bár még a napsütés lesz túlsúlyban, időnként megnövekedhet a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami érdekes lehet mások számára is, akkor készítsenek fotót vagy videót, és küldjék el a képernyő alján látható elérhetőségek valamelyikére. Mára köszönöm figyelmüket, kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Pannon Televízió minden munkatársa. Viszontlátásra!